Bogyó és Babóca hónapok meséi. Május. Májusi mese. Egy napsütéses májusi napon Vendel a szarvasbogár és Baltazár a méhecske egykedvűen ült a patakparton. Unatkozom, mondta Vendel. Én is unatkozom, ismételte meg Baltazár. Ahogy szótlanul üldögéltek egymás mellett, Vendel a vízparton heverő botokból egy kis tutajt kezdett fabrikálni. Hosszú fűszálakkal egymáshoz kötötte a faágakat, végül egy falevélből vitorlát is készített a kis hajóra. Nézd csak, kész van! Mutatta büszkén Baltazárnak. Tegyük vízre, próbáljuk ki, hogyan úszik, javasolta a méhecske. Rendben, egyezett bele a szarvasbogár, és óvatosan elindította a tutajt. Kövessük, mondta lelkesen Baltazár. Elindultak hát a patak partján, és elkísérték a tutajt az útján. Kíváncsian várták, vajon meddig jut el. Mentek egészen hosszan, amíg egyszer csak beborult az ég. A két fiú riadtan nézett egymásra. Hűha, hol vagyunk? Kérdezte Baltazár. Nem tudom, jócskán eltávolodtunk az erdőnktől, állapította meg Vendel. Forduljunk vissza, mindjárt kitör a vihar, aggódott Baltazár. Jó, de várj, hozom a tutajt is, mondta Vendel, de addigra a kis hajó már tovasodródott, és eltűnt a szemük elől. A szarvasbogár utána szaladt volna, de a méhecske megállította. Hagyd azt a tutajt, majd építesz másikat, rendelkezett Baltazár. Ekkor feltűnt a vízben a szivárványhal. Nem láttad a tutajunkat? Kérdezte Vendel, de a hal nemet intett. Elindultak visszafelé, de alig léptek néhányat, hatalmas vihar csapott le a vidékre. Sűrűn hullott az eső, erősen fújt a szél. Hogyan jutunk most haza? Kérdezte kétségbe esetten Baltazár. Kapaszkodjatok a lábamba, majd én hazarepítelek titeket, szólt ekkor egy hang a magasból, és a két fiú nyomban észrevette Kelement a kanári madarat. Kelemen lejjebb ereszkedett, és a fiúk belecsimpaszkodtak a lábába. A madár felszállt a magasba, és elindultak hazafelé. Egészen jól haladtak, amikor egy hirtelen széllökés megpörgette, és messzire sodorta Kelement. Vendel és Baltazár nem tudták megtartani magukat, elengedték Kelemen lábát, és lezuhantak a mélybe. Puha moha szőnyegre érkeztek, nem lett semmi bajuk. Az eső azonban továbbra is erősen zuhogott. Húzódjunk be oda a faodúba, mutatott Vendel a közeli menedékre.
A méhecske és a szarvasbogár bebújt a fatörzs üregébe, és vártak, vártak, hogy a vihar végre csillapodjon. A vihar azonban még hosszan tombolt, a fiúkat pedig lassanként elnyomta az álom. Arra ébredtek, hogy a barlangi pók ébrezgeti őket. Ébresztő, ébresztő! Mi történt velete? Hogy kerültök ide? Jól vagytok? Aggodalmaskodott. Vendel és Baltazár mindent elmesélt töviről hegyire, hogyan kezdődött a napjuk a tutajjal, hogyan folytatódott a viharral, kelemennel, a mohával, a faódúval. Gyertek, véget ért a vihar, az eső már alig szemerkél. Kibújhattok a fatörzsből, üljetek a hátamra, elmegyünk a barlangomba. Ott megszárítkozhattok, ehettek valamit, aztán szívesen elviszlek titeket hazáig. Köszönjük, mondták fáradtan a fiúk, és felugrottak a pók hátára. Útközben kisütött a nap, és szivárvány tűnt föl az égen. Nem sokára megérkeztek a barlanghoz. Hosszan haladtak a sötét folyosón, még nem elérkeztek egy faajtóig, és beléptek a barlangi pók otthonába. A pók száraz törülközőket adott a kétázott fiúnak, és megvendégelte őket egy kis finomsággal. Nápolyit és teát tett az asztalra. Később, amikor jól laktak, kicsit kipihenték magukat, és a ruhák is megszáradtak, elindultak hazafelé. A pók hazáig vitte mindkettőjüket, a két fiú pedig megköszönte a segítséget. Vendel nagyon elfáradt az izgalmas nap után. Amint hazaért, bebújt az ágyba, és mély álomba merült. Baltazár is rögtön nyugovóra tért. A pók, miután hazavitte a két fiút, visszatért a barlangjába. Magára húzta a pókos takaróját, és elaludt. Az erdő lakói mind elcsendesedtek, még a szivárványhal is az igazak álmát aludta a kagyló ágyában. Másnap reggel kelemen a kanári kopogtatott Vendel ablakán. Jó reggelt, csak tudni akartam, hogy minden rendben van-e veletek, épségben hazaértetek-e, csipogta a madár. Vendel megölelte örömében Kelement. Mi is nagyon aggódtunk érted, velünk minden rendben van, mesélte, és előadta, hogyan talált rájuk a pók. Unalmas napnak indult, de végül túlságosan mozgalmas lett, nevetett a szarvasbogár. Baltazár és Vendel a következő napon újra kiment a patakpartra. Készítünk tutajt? Kérdezte vidáman Vendel. Jó, de ne eredjünk a nyomába, ha elúszik, hát elúszik, szögezte le Baltazár.